Sziasztok! Megpendítettem már az ötletet, hogy ilyen ötös csomagokban jönnek majd a mérkőzésekről a beszámolók, és most akkor itt az első, hogy hétfő, kedden, szerdán majd így tömegével jön a content. Megtörtént az a csúfság, amit már így belengedtem, hogy előfordulhat a tippes videóban, a rossz tippes videóban. És hát a New York Giants kikapott az ellen a Niners ellen, amelyik 10 kezdőjátékos nélkülözött. Legalábbis ennyiben foglalták össze az ő helyzetüket, valójában jobban összeszámolnánk, akkor 10 kezdő, meg néhány fontos csere hiányzott abból a csapatból, amelyik összeállítás alapján már lehet, hogy egyszerű néző meg se alapította volna, hogy ez milyen csapat. És ezek oda mentek a New York Giantshez, akiknek hát egy-két embert leszámítva a legjobb összeállításba kimentek, és simán alul maradtak. Elképesztő szégyen teljes ez az egész. Az, hogy két csapat, amelynek ugyanolyan lehetőségei vannak, ugyanannyi pénzt költhet, ugyanazok a szabályok vonatkozhatnak rá, hogyan lehetséges, hogy még csak azt se lehet mondani, hogy egy kompetitív versenyben veszített volna, hanem viszonylag simán kikapott egy másik csapat ellen, ahol meg a fakó játszott. És akkor a másik, meg ugye, hogy ennek mi volt az oka? Szinte minden szinten jobb volt a Niners. Nem arról volt szó, hogy itt most nem segítették ki Daniel Jones a fiúk, ő is gyenge volt. És akkor nyilván a tetején kell kezdeni, az edzői stáb is rettentő volt ezáltal, főleg, hogyha az a standard, amit a Niners oldalán Shanahan meg Salah összerakott. Na hát most, innentől kezdve itt a saját szurkolótáborot hogy bízom bennetek, hogyha a másik csapat a fakóval lenyom? Jó, tudom, az út elején járnak a Giantsnél, persze. Csak közben más csapatoknál, ahol másodéves irányító van, playoffba mennek, Josh Allen, vagy MVP játékosok lesznek, extrém esetben, ugye Lamar? És akkor itt meddig tart még az építkezés? Mikorra kell eljutni arra a szintre, hogy más csapatok cserejátékosaiból álló csapatot meg tudjatok verni? Ez mikor lesz? Mert hogy akik ott vannak, ezeket valószínűleg nem fogják megérni. Elképesztő szégyen teljes ez az egész. Én nem is tudom, hogy láttam olyan hasonlót az elmúlt években, mint ami itt most lezajlott. Azért nem arról van szó, hogy Nick Mullens, aki bejött a padról, valami olyan csereirányító lenne, aki már sok helyen bizonyított, és hogy benne van, mint Fitzpatrick, vagy egy hasonló Keenum, hogy esetleg elgurul neki, vagy valami reményteljes, felüldraftolt fiatal, akiben meg ugyanúgy benne van a potenciál, és bejön a padról, és hirtelen látszik rajta, hogy ügyes. Nem, ő egy UDFA, akinek láthatóan megvannak a limitjei, de berakták a rendszerbe, aztán ő tudta mozgatni a csapatot, Daniel Jones meg nem. És most nyilván nem Daniel Jonesról szól ez az egész. De azért kicsit róla is kell beszélni, mert miközben azt látod, hogy hát egyértelműen szenvednie kell azért, hogy itt a csapat előre haladjon, addig van egy jól felfuttatott rendszer a másik oldalon, meg beillasztod a cseregyereket, aztán nem is látod a különbséget szinte Garoppolohoz képest. És akkor hát persze lehet mondani, hát jó, hát Jones-t fejleszteni kell, hát méről jön projekt, meg majd felfuttatjuk. Oké, továbbra is él a kérdésem, hogy mikor. Másik kérdésem, hogy akkor miért kellett rá pazarolni az 1/6-ot? Mert az elején olyat kellene kiválasztani, aki felfejleszti a többieket maga körül, aki már készen áll, aki hát valami hasonlót mutat, mint Joe Burrow az elején. Jó, tudom, 1/1, meg 1/6 az nem ugyanaz. Ilyen manust, mint amit Daniel Jones most csinál, hogy beállítod, berakod a farkasok közé, és nem nagyon haladgat, ilyet találsz második, hetedik körben is. Nick Mullens. Mennyivel lett volna szarabb Nick Mullens, mint Daniel Jones? Lehet, hogy nem tudom, ha jól szaladni. De megint, hogy berakod Daniel Jones a Ninersbe, nagyon-nagyon simán nyer a Niners. Ez mit mutat meg? Az, hogy a rendszer fontosabb, mint az egyén. Ha meg így van, és már az irányító posztolon is ez van, akkor 1/6-ra. Nem ők voltak itt tavaly. Új edzői stáb van, megörökölték ezt a bagást. De akkor most ezek után Gerett is mit tud mondani? Hogy neki ez az első idénye is még nem állt össze, és majd ez is kifut valahova? Mert most mi a szint? Láttátok, hogy ki van a Ninersben, meg kell nézni a snap count-ot a védelemben. Jason Verrett visszatért, láttátok? Aki egyébként nem követi az NFL csak néhány évezet, nem is tudja, hogy ez a Jason Verrett. De egyébként
Kb. Ő volt az egyetlen olyan játékos a védelemben, akinek már vannak eredményei, de hát az is 14-ben vagy mikor történt, nem mostanában. Nem tudtak átmenni rajtuk. Védelem rettentő volt. Az offenz is rettentő volt a Giantsnél. A Niners is nehezen kezdett, de hát ott még az értettük. Aztán előbb-utóbb összeállt ez az egész. Fussunk végig akkor a mérkőzésnek a fontosabb elemein. Elkezdődött találkozó, rögtön felhívta magára a Giants egy nagy hibával a figyelmet, az, hogy egy ilyen pitchből, fumble dobott Daniel Jones akartak Ingrammel egy enderoundot futtatni, hát abból rögtön elfumblizták a labdát. Nem tudom, hogy lehet őket ezen a meccsen underdognak hívni, mert hát ugye mégiscsak egy viharvert Niners volt az ellenfél, de ilyen hibákkal még összezavarnád a saját csapatodat. Amatőr dolog volt nyilván, de hát nem volt az olyan nagy probléma, mert az első fél idő lement úgy, ahogy egyik csapat sem volt túlságosan hatékony, mezőny volt parádé, 6-6 volt az állás sokáig, úgyhogy voltak hibák nyilván, amik csúnyán néztek, illetve belefért. McKinnon, egyetlen playmakernek nézett ki az elején a Ninersben, aki aztán megszerezte az első TD 13-6-tal, és hát akkor ott elindult a Niners. Daniel Jones olyan picket dobott Fred Warnernek, aminél megint csak egy kérdése van az embernek, hogy hova? Jonesnak az összes interceptionjénél ez a kérdés vetődik fel bennem, hogy hova? Kinek? Megkapták belőle megint a field goaljukat 16-6. Ami működött Daniel Jonesnak a futásai, azok működtek. Az, hogy egy nagy cula azért jó mozgása van, amit ráhívnak futójátékot, az a többször is meg tudták zavarni a Niners, és hosszú előrehatásaik voltak. Futójátékuk az nem működött, tehát azért nyilván nem Barkley múlik ez, tök mindegy, kit állítasz oda, azt nem tudták megcsinálni, hogy legyen hely. Még így a Niners ellen se, ami meg nem volt Bosa, még nem volt senki, nem tudtak helyet csinálni, Daniel Jonesnak a futásai azok működtek. Na de hát Daniel Jones, aki a legveszélyesebb embered a Földön, hát ő azért nem Mahomes, meg Aaron Rodgers, meg Russell Wilson, akiknek vannak olyan meccseik, amikor oké, amellett, hogy dobnak 350-et, amellett mondjuk nem megy a futás, és akkor ők esetleg meghosszabbítják egy-egy drive-ot azzal, hogy megiramodnak, meghozzák azt, ami még előttük van, és így életben marad a drive, tehát ismeritek ezeket a transzcendens irányítókat. Tehát most Daniel Johnston van hasonló kéne, hogy levegőben is, meg a futás nem megy, akkor te is csinálgasd. Csak annyi a különbség, hogy nevezett úriemberek ezek ilyen scramblingből csinálják Jonesnak, meg így a behívott játékokból vannak ezek a földányai. Szóval ez nem játékintelligencia elsősorban, hanem így már eleve behívott. Tehát legalább Gerrettnek valami ötlete bevált, tehát látta, hogy egyszer bevált, megint még egyszer bevált, nagyon jó. De hát ez azért egy 6 pontra volt elég egy fél idő alatt. Nagy nehezen összefaszoztak egy mezőny volt még 16-9, aztán jött Ayuknak a drive-ja. Tehát már a Niners úgy volt vele, hogy ezek nem nagyon támadnak vissza, próbáljunk meg akkor mi is beépítjük a fiatalokat, kicsérletezzünk. És akkor hirtelen odaadták Ayuknak a labdát egymás után négyszerre, ő meg végigment a pályán. Endoroundból, meg elkapásból is, aztán ott 22-9 hirtelen. Tehát elsőkörös elkapójuk azért látszott, hogy miért van itt, miért hasonlít Deebo-ra, és hogy ebből azért lehet majd jobb csapatok ellen is építkezni. Látta a Giants, hogy baj van, és hát a saját 30-ason beírtak egy QB sneaket, minimális távolság volt csak, talán egy yard se, Daniel Jones-t visszanyomták. Saját 30, tehát itt eltölt a mérkőzés. Harmadik negyedben jártunk, de a Giants látta, hogy hát most vagy soha, ezt legalább el kell ismerni George Edge részéről, hogy hát meg kellett próbálni, elrontották, hát onnan már tudtuk, hogy a Daniels pontokat fog szerezni, a Giants meg annyit már nem fog. Még Jeff Wilson bevert két térét a végén, de hát igazából ott már az számszerű eredmény volt csak a kérdés, és meg hogy fantasybe ki meddig megy. De az, hogy a Giants förtelmes maradt az egész mérkőzésen, az azért egészen embertelenül szomorú dolog. A Niners gyorsan le lehet zárni. Nagyon impresszív volt, nagyon ügyesek voltak, majd ez biztató, hogy majd a padról akik bejönnek, majd rájuk is lehet számítani. Nem biztos, hogy aki majd bejön a padról, az megint ugyanilyen tehetséggel fog találkozni a másik oldalon, de az most mindegy, amit kellett lehozták, le a kalappal se nehenék előtt, és akkor Giants. Mit lehet ezek után mondani a szurkolónak, hogy ne verje szét a tévét? Mert azt tudtuk, hogy sok mérkőzést nem fognak megnyerni. No de hát, most akkor arra várunk, hogy ez decemberre összeáll?
Rövid volt a holt szezon, nem tudtak a fiúk együtt gyakorolni, az új séma nem állhatott még össze. Elhisszük, hogy ebből még lesz bármi is. Minden meccs más. Csak amíg azt látod, hogy a látszólag játékos független 49ers séma ellen fingon nincs mit csinálj védekezésben, miközben te megfeszülsz azért, hogy valahogy pályán maradjál, azért ekkora kontrasztot nehezen tudsz szó nélkül hagyni. Csak akkor ennyi, annyi a lényeg? Jobb edzők vannak, szóval nem tudunk mit csinálni? Jobb játékosaik vannak? Nem voltak most jobb játékosaik. Azok akkor vannak jobb játékosaik, hogyha ott van Sherman, meg Kittle, meg Bosa, meg Garoppolo. És nem volt ott senki ezek közül. Debo Samuel sem volt ott, meg... Hogy hívják? Raheem Mostert. Jeff Wilson futott a touchdownokat, tehát az nyilván amíg a fal rendben van, addig azért ott át fognak menni a futójátékosok a lyukon. Tehát mire készült a Giants egész holt szezonban? Hogy akarták volna, hogy ez a csapat ez nyerjen? Meg ki kellene? Meg minek kellett volna történnie? Az ellenfél turnovereiben bíznak? Vagy mi? Ez volt a megoldás? Nyilván őket nem tudom felszólítani lemondásra, mert most jöttek. Na de hogy itt a koordinátori szinten is lehet, hogy jönni fog a váltás, az azért nyilvánvalónak tűnik. A más nem év végén. Daniel Jones mit gondolhat? Ja, az ő karrierje az már menthetetlen innentől kezdve? Mert hát azt látja, hogy a másik oldalon bejön egy ilyen no-name gyerek, aki jó, már 3 évvel rendszer tagja, de tudja mozgatni a csapatot, és elhúznak tőlük. Miközben Jones mindent megtesz, hát nyilván ő azt akarja, meg nem direkt fumblizza el, meg nem direkt dobja oda Fred Warnernek. Na de hát, azt látja, hogy neki nincsenek sikerei azáltal, amit mondanak neki, meg ő nem tudja kihozni magából. Közben meg azt mondják neki, hogy jó lesz az Daniel, jó lesz. Giants így legalább jól halad az irányba, hogy most megint lesz egy nagyon magas pikjük. És akkor Jones-t 2 év után elengedik? Amondó vagyok, hogy ennek a csapatnak arra van most szüksége, hogy jöjjön egy ilyen már a fentiekben vázolt transzcendens irányító, akinek aztán mindegy, hogy ki van körülötte, aztán majd ő megcsinálja, mert láthatólag a rendszer nem fog rajta segíteni. Hát ez már most elég nyilvánvaló. Joe Judge special team edző volt, meg wide receiver coach, tehát most nem tudom, hogy ő neki, hogyha rajta van a keze ezen, akkor mennyi, milyen szinten, de hát ez egészen förtelmesen nézett ki. Vagy akkor imádkoznak, hogy majd találnak valakit, aki így beesik a kapun valami segédedző lentről, aki meg majd megvillantja a Senehen-i hozzáértést. Ez nem olyan könnyű azt megtalálni. Hát nem baj, legalább a New York-i futballdrukkerek utána vigasztalódhattak a Jetsben. Ja nem. De hát náluk ez már nem újdonság, tehát az azért egyértelmű volt, hogy nekik itt sok lapot nem osztanak kis csapatom ellen. De hát az, hogy Xavier Rhodes régi önmagát idézte, 2012-es önmagát idézte Xavier Roth, azaz nem láttuk jönni. Már az elején Pick Six. Egy ilyen időzített dobás volt az, ami hát Darnoldnál nem nagyon nézett ki jól, és aztán Roth megszerezte, visszaszaladt vele, egyértelműen az övé volt, úgyhogy Darnold gyenge volt ezen a mérkőzésen is, de tudjuk, hogy nincs kivel együtt játszania. Most még Becton is megsérült meccs közben, tehát aztán már rookie-k se tudtak fejlődni, mert nincsenek pályán. De azért megint a legjobb dobás az övé volt, tehát a menekülés, meg aztán ahogy kidobta Berriosnak, amivel 7-7 lett, tehát azért Darnoldban már csak ennyi van, tehát az előző héten is, meg most is, hogy jó, kigabunk, mint a szar, semmi értelme az egész mérkőzésnek, reménytelen az egész, de a legjobb dobás az enyém legyen, ezt Darnold lehozta már az elején, aztán onnantól kezdve mosta a kezeit. Hát neki sincs jobb helye, megmondom őszintén itt Adam Gase alatt, mint Daniel Jonesnak, aztán itt a Jets is nagyon-nagyon robog a az 1-1 irányában, de nem adják azt tankönnyen. Nem sok dolgot érdemes elmondani erről a meccsről. Rivers megdobta a 400. touchdown passzát valaha. Yeah. Mo Ali Cox kapta el, ki más, remek Mo. Ja, és a kedvencem. Liga legjobb védelme. Colts. Steelers. No. Patriots. Kik vannak még? Marginális. Colts a legjobb defense. Alig kapunk pontot, alig kapunk yardot, szórjuk a turnovert védelmi oldalon, egyedül mi is tudott meg izzasztani bennünket. Rhodes 2 interception, micsoda igazolás. Na most,
vigyázni kell, hogy nehogy ezt elhiggyék. Mert kint a véres szájú szurkolók nyilván elhiszik, hogy most egy első defense, de hát én, nyilván tudjuk azt, hogy ez véletlen, mert három éppen olyan meccs jött ki, hogy, hogy szerencsénk volt, mert igen, tehát ez a sorsolás szerencse. De hát egyébként, ha már kellett játszani, akkor azt kiválóan lehozta a defense-ünk. Justin Houston safety-t beütött megint. Safety királyok. Mondom, hogy a védelem minden részében tökéletes munkát végzett egy-egy játékos. Rossz szót nem lehet rájuk szólni. Hát nyilván tudjuk, olyan csapat jött szembe, amilyen, de hát így maximálisan sikerült őket ledominálni, úgyhogy number one defense, én azt gondolom, hogy ez így várható volt előbb-utóbb, hogy kijön a fiúkból egy ilyen teljesítmény. Nem. Jonathan Taylor vitt touchdown-t. Nem jött az a domináns futó teljesítmény, amire még mai napig vágyok. Nem jött. De az emberem vitt egy TD-t azért legalább. Ennyi jutott neki. Haza volt már 24 pontunk, aztán még TJ Carey, pick six. Vele is vigyázni kell, mint Rhodes-szal, hogy attól, hogy valaki visz egy pick six-et, még nem lesz klasszis cornerback, tehát ezt azért ne felejtsük el, de hát bevitte. Úgyhogy nagy igazolása ő is, meg mindenki nagy igazolás volt a defense-ben, number one defense. És akkor itt 31 pont beállt Jacoby Brissett, tehát onnantól kezdve már készen álltunk arra, hogy menjünk haza. Sajnos még nem lehetett az órát lefuttatni, de hát ez egy nagyon-nagyon magabiztos győzelem volt. Még magabiztosabb, mint amit a Niners mutatott be a másik New Yorki csapat ellen. Úgyhogy nekünk most már pozitív a mérlegünk 2-1. Csoport elsőség irányába megyünk, most nincs meg még, de kötelezőt lehoztuk. Én nem tudom, hogy a Jacksonville elleni első hét az mi történt, és ott miért nem lehetett így játszani. Nyilván azért volt különbség a csapatok között, meg minden megtörtént bármelyik vasárnap, ezt tudom. De hát az a bukta nem lett volna, akkor még jobban bizakodnék, de hát mindegy, most akkor ezt túléljük valahogy, aztán még jön sok gyerhető mérkőzés. Aztán hát number one defense-re lehet építeni. Csak akiktől meg vártam volna az igazán nagy munkát, meg kiváló eredményeket, ugye egyrészt ugye a futójáték részéről, másrészt, hogy T.Y. visszatalál, az azért nem jött, meg Rivers sem volt olyan hú, de jó, de hát most ez van, most a defense vitte a show-t. Mondjuk nyilván annyi pixizet vissza, akkor azért a támadóssal annyit nem tud a pályára menni, hogy egy ilyen szempontból jár a felmentés. Na de hát ez a Jets, ez hogy fog meccseket nyerni? Többen számba? Nem játszanak egymás ellen a Giants-el. Fú, most csütörtökön, láttátok, a Jets Broncos lesz. Büntetnek bennünket rendesen ott. De hát ott az óriási lehetőség, mindkét csapatnak valahogy nyerjen egy mérkőzést. Van ez a Survival Liga, amiben minden csapatra raknotok kell egyszer, hogy nyerjen. És ugye 32-t kell kiválasztani 17 hét alatt, tehát az utolsó két fordulóban egyet-egyet. Ez is fűzővel kifejezés játékban van ilyen. Tehát valamikor muszáj lesz a Jetset majd berakni, hogy nyerjen. Nézegettem már, hogy a decemberben kikkel játszanak, hogy hát ha mindenki lesérül az ellenféltől is. De hát még így is azért húzós. Lehet, hogy ezt a Denverit kell majd betippelnem muszájból, de hát nem lesz könnyű. Ez a Denver is kikapott rendkívül simán a Tampa ellen. Már a párosítást megnézed. Hogyan nyerhetünk? Jön a kérdés Denverben. Első lépés. Ne hagyd, hogy a pantorat leblokkolják saját térfélen. Tehát ezzel indítanám. Tehát ez azért mindenképpen egy fontos része lenne a stratégiának. Denvernél nem sikerült mindezt. Tehát ott leblokkolták a pantjukat a saját térfelükön. Tehát pedig ottan aztán nincs mentség, tehát azt nem Drew Luck, meg Cortland Sutton csinálja, meg Von Miller. Hát így. Brady azon odavágta Godwinnek, ha már újra játszanak együtt. Edzőtábor óta először. TD. Gronkowski. Úgy néz ki, hogy mozog és labdával is tud mozogni. Elhintette, hogy ő csak azért van itt, hogy ne büntessék meg. De nem. El tudja kapni a labdát még mindig. Nem volt kiemelkedő, de jobban használták, mint az előző két meccsen. Nem nagyon tudjuk azt, hogy ez a találkozó egyébként itt a Broncos elleni, ez mennyire számít támpontnak, mert hát nyilván nem annyira számít. De hát mindegy, el kell mondani, hogy mi történt, mert ez is egy NFL csapat, meg a Bucks is az egymás ellen játszottak. Rossz játékmenet volt ez a Denver számára, tehát még hogyha szagoltak volna is valami vért, hogy itt esetleg meglepetést okoznának, hát az nem úgy kezdődik, hogy így 0-10 már az elején. Hanem úgy, hogy végig szoros, aztán így elhiszik magukról, hogy ők egy házba tartoznak, és egy kaliber, de nem hitték el, mert már korán óriási hátrányban voltak, hát nem is óriási, de hát kézzel fogható hátrányban,
És hát a Tampának a védelme az végig vadázgatott. Tehát ott látszott, hogy másodpercig nem félnek attól, hogy itt majd riszkál bármi gondot okozna, és az volt a kérdés minden egyes playben, hogy na most elveszik tőle? Vagy most? Vagy csak odaérnek és leviszik egy szekre? Mert volt ilyen, Shaquille Barrett volt csapata ellen, megmutatta. Kár volt elengedni. Biztos volt benne ilyen egyébként, de Barrett minden meccsen megy, és vadászgat. De most a defensive back-ek is vadászgattak, egyrészt az, hogy labdát, másrészt meg embert. Azért Bolsz is tudta, hogy itt most lehet vacsorázni, mert azért Driscoll nehezen mozog el. Nem azért, mert rossz lába van, hanem mert egyszerűen nem látja át, hogy ki fog jönni. A támadófal előtte meg olyan, amilyen. Barrett vitt egy safety-t is amúgy, tehát hogy ilyen is legyen, safety parádé van amúgy. Mike Evans 2 touchdown, ha már verseny, Godwin-t beelőzte, tehát itt 23-3 volt az első félidő végén. Tehát már mindannyian tudtuk, hogy mi lesz az eredmény, mert nem a Falcons játszott. Edzőmérkőzésé fajult a második félidő. Persze még ott szépített a Broncos, meg hát csak 2 TD-re feljöttek, de ki hitte azt el, hogy ebből lesz bármi, senki nem hitte el. Nem volt mérvadó ez a meccs. Még végére ugorjak. Mint most felesleges itt cifrázni, mi volt a második félidőben, semmi. Egy felhozó, non-conf college mérkőzéseket szoktunk így látni. De aki nem néz college futballt, ugye vannak csoportmérkőzések, amik beszámítanak a mérlegbe keményen, és előtte nagy programok szoktak ilyen himi-humi ellenfeleket leszervezni maguknak az első hétre, hogy azért bemelegedjenek a fiúk. Tehát, ami tudja, hogy megnyernek 40-nel vagy 50-nel, és akkor mindenki kap lehetőséget. De nem volt ekkora a különbség most a Tampa meg a Denver között, de maga a játék az úgy zajlott. Tehát én ugyanez az érzésem volt, mint hogyha Alabama játszana az Alabama State-tel. Tehát, hogy oda megyünk, megpróbáljuk, de hát valószínűleg kapunk 60-at, tehát ők így szoktak kimenni. És hát valószínűleg ez a Tampa is végig tudta, hogy mi lesz. Annyi, hogy persze megcsinálták a dolgokat, meg Brady egyre nagyobb összhangot alakít ki a társaival, de hát valójában az, hogy ezt meg tudták csinálni, az nem igazán éles körülmények között történt, bármennyire is ez egy ugyanannyit érő regulár szezon W volt. Defense tartotta magát egyébként a Denverben. Tehát nem arról volt, hogy akkor most így összeszakadtak, aztán átment rajtuk a futás is. Mert keményen oda mentek, ők tették a dolgukat, még hogyha meg is voltak a limitjei a játékosaiknak, mert hát nyilván Justin Simmons persze nagyon jó safety, de hát Mike Evans mellett is megfogja a labdát, mert bárki mellett megfogja, de az akarással nem volt baj. Tehát Denver, mondom, nem arról volt szó, hogy sok ilyen meccs előfordul, hogy a végén már át is szaladnak rajtuk 95-ért. Itt nem, itt azért arra figyeltek, hogy azért a méltóságukat megőrizzék, legalább védekezésben, meg hát nyilván akartak ott Driscollék is elhaladni, csak nem bírtak. Mert hát jobb volt az ellenfél, egész egyszerűen Harry, ennyi a dolog. De hát ne harapós maradt a Denver azért a végére. És akkor beállt Barrett Rippin. Mivel lehet fenntartani az érdeklődést? Küldjük be a fiatal irányítót. És hát Rippin, Drew Lucknak a kortársa. És hát azt kell tudni, hogy amikor nagy kedvencünk Josh Allen a Montaigne Westben játszott, ugye Wyomingba focizott, és hát semmit nem nyertek soha, meg ő sem, akkor ugye ki nyerte a Montaigne Westet, nyilván a Boise State, mindig a Boise State nyeri, és Brett Rippin volt a Boise State-nek az irányítója, aki egyébként ezeket az All Conference díjakat is elvitte magának. Tehát Rippinnek papírja van róla, hogy ő egy ponton jobb irányító volt, mint Josh Allen. És ez nem csak azért, mert hát jó, hát a jobb társak között könnyű, oké. De egyébként jobban is játszott, tehát egymás mellé teszed, akkor ő nem nagyon hibázgatott, hanem ott kiszolgálta azt, aki ügyesebb volt, mint az ellenfél. Szóval abszolút megérdemelte azt, hogy kapjon egy sanszot, csak hát annyi a különbség, hogy ő nem egy ilyen physical specimen, aki ilyen kiemelkedő fizikai tudással bírna, és hát ezáltal ő egy ilyen UDFA gyerek, akinek a nagybátyja NFL játékos volt, meg Super Bowl-t nyert irányító volt ugye Washingtonban, tehát így van neve, de hát egyébként ennyi. És akkor most így megnézték, hogy milyen, haladgattak, végén dobott egy interception-t és ennyi. Szóval így nem rázta föl túlságosan a közönséget, de hát legalább ennyi értelme volt, mert hogyha Rippin játszana Lock helyett, akkor abból még van lehetőség, hogy így kifut belőle valami. Na most Driscoll lehet, hogy kicsit jobban tud haladgatni lábon mondjuk, mert atletikusabb, mert azt már láttuk tőle, de egyébként nem mindegy. Tehát neki már érte a teljesítő képessége határát. Azért Rippinről, hogyha kiderül, hogy ő milyen,
akkor azért a számít, azért az a nyernek valamit. Ha kiderül az, hogy béna, azzal is nyernek valamit, de legalább kiderült. De hogyha kiderül, hogy jó, akkor az meg egy érdekes dolog. Szóval ez egy jó döntés volt, hogy a második fél időre beküldték, akár játszhatna többet is jövő héten, mert Jets ellen viccelsz. És milyen fontos majd a Denvernél? Az, hogy minél több győzelmet szerezzünk, mert playoff 0-3-mal állnak. És akkor vagy az a kérdés, hogy nyerészkedjünk, hogy kiderüljön-e, hogy van másik irányítónk is, vagy nekünk jó Drew Luck, az a lényeg, hogy Drew Luck jöjjön már vissza. Szóval ez egy érdekes dolog, hogy ott most milyen elmeállapotban vannak, mekkora a bizalom ugye Fangio felé, elvei részéről, hogy ezeket megmerje húzni, meg hogy mennyire szól bele. Érdekes dolgok ezek a Denvernél. Most ez a Tampa meccs, ez nem igazán volt az ő esetükben nyerhető. Nem egy kaliber a két társaság, az azért egyértelmű volt. De hát majd ezzel a Jets ellen, ezzel a csütörtökön majd lesz mit. Lesz keresni valójuk. Kikapott Herbie. Hogyha a holt szezon végén, közepén, elején, mindegy, azt mondjátok nekem, hogy az első kezdő meccsén a Chargersben Herbie ki fog kapni az 1-1 várományos Carolina ellen, szó nélkül elhiszem. Mert hát tudjátok, hogy mit gondolok róla, mit gondoltam róla, hogy ő belőle aztán soha nem lesz semmi. Hát, nem van nem a nyakába. Mert hát oké, a Carolina ellen játszottak, ahol lepkehálóval keresgéled az NFL kezdőszintű játékosokat, de hát azért ez inkább a védelemre igaz, azért offenszben vannak jó embereik. A védelemben sok a fiatal, ugye, és hát Herbert is az, tehát itt szinte mondhatni, hogy hasonló kaliber, de hát ne vicceljünk, tehát ezt azért Chargersnek meg kellett volna nyerni. Azért őszintén ránézek a két keretre, Chargersnek ezt meg kellett volna nyerni ezt a meccset. Na most, ami segítette Herbertet, hogy jól nézzen ki a Chiefs ellen, hát az most nem segítette. Tehát az első lépés az, hogy gyenge volt a támadó fal. Chargersnél mindig gyenge a támadó fal, mi is arra számítottunk, hogy így lesz. Na most egész jól kezdtek, most ez beszakadt, tehát itt vége volt. Budaga lesérült természetesen. És hát amikor Trey Pipkins jön be, váltás más szint, meg ugye Ryan Groy nem volt csapata egy évig, kezdőgárd. Szóval itt ez nem a legjobb játékosok vannak. És akkor a támadó falban vannak hibák, az azért zavaró, mert hirtelen nem olyan könnyű játszani. Herbert sokat várt az elején, abból bele is nyert egy szekket, de azon azért javított, meg abból azért a meccs vége felé azért már nem volt olyan nagy baj, meg összességében sok baj nem volt egyébként vele. Tehát mennyiben különbözött az előző hetitől? Nem annyira. Voltak hibák, azok korábban is voltak, de mondom, ami körülötte volt, azzal volt több baj. És ez már a Carolina ellen sem fért bele. Mike Williams szintén kidőlt a negyedik negyedben, amikor már kellett volna minden drive-ból a pont, meg a TD, akkor már nem volt Mike Williams se, és akkor, amikor Jalen Guytonnak kell előlépni, akiről meg nem tudom, hogy kicsoda, akkor azért baj van. Mert hát a holt szezonos értékelésben, vagy felvezetőben is erről beszéltem, hogy a Chargers skill pozíciókban, nagyon jó, de egy sérülésre vannak, hogy gatya legyen. És ez most megtörtént, támadófalban megjött még egy, és akkor most már két sérülés, az már azt jelenti, hogy teljes egydimenziósá válhatott volna a csapat, de még azért vannak néhányan, akik a pályán vannak, de pusztán azért tud ez a csapat működni, mert ők igen jók, tehát Keenan Allen, meg Eckler, meg Hunter Henry. Vége. Egyébként nem csak róluk szól ez az egész, hanem Shane Steichenről is beszélni kell, mert szerintem ő egyébként egy egész értelmes offenzív koordinátor. És olyan helyzetekbe próbálja hozni Herbertet, hogy ne égesse be magát. Szóval ez azért mindenképp belejátszik. Hát lásd Giants 49ers, ugye, hogy ahol van értelmes koordinátor, az a csapat nyer. Teljesen mindegy, kik vannak a pályán. Na most ezek a csapatok megint csak közel voltak egymáshoz játékerőben, és hát a Steichenék veszítettek, de ezt lehet úgy is, hogy közben nem azt látod rajtuk, hogy baromságot csinálnak, hanem hogy próbálkoznak, meg van értelme annak, amit felrajzolnak, és már a játékosok megvalósításán múlik. Én azt láttam. Tehát ez az offenzív koordinátor, ez egy értelmes ember. De elsősorban azért maradt az esélye a Chargersnek, mert ugye a vörös zónában a Carolina meghalt. Tehát odáig eljutottak, aránylag lazán, de aztán Joey Sly mezőnygól parádé. És hát ez azért nem segített túlságosan sokat rajtuk, hogy elhúzzanak, pedig ez megtették volna, és már korábban nagy jobb előnyt kiépíthettek volna, mert Teddy tudta mozgatni a csapatot, annak ellenére, hogy micsoda secondary van, meg hát azért megfogták Bosa-t is, két nagyon fontos harmadikra mondjuk beverte a szekket Bosa, de hát egyébként
ezzel az együtt lehet élni. Tehát tudták, hogy ennyi jönni fog, de sokkal több nem, azt már elfogadják meg, hogy a többiek ne jöjjenek. És a többiek nem jöttek. És tudta mozgatni Teddy egészen a vörös zónáig, mert ott aztán meghalt minden, mondom, Joey Sly nem győzött rugdosni, viszont ebbe segített a Chargers. Ugye volt egy illegal formation büntetés, ami a mezőnygól közben, és abból meg viszont már bevitte Teddy. Én nem ő vitte be, de ő általában bevitte a Carolina, tehát csak így, tehát az is elakadt egy akció, ott megint a vörös zónában, csak ott a Chargers ugye ráálltak a snapperre, és ezáltal volt egy 5 yardos büntetés, amután pályán maradhattak, és akkor azt a Carolina nagy nehezen be tudta fejezni TD-vel. De mondom, a fontos játékosok közül Eckler hozta magát, Keenan Allen hozta magát, pedig már végén már hárman álltak oda, mert nem volt Mike Williams, így is hozta magát Keenan Allen, és ha felé ment a labda, akkor lehetett reménykedni, de egyébként Eckler is teljesen rendben volt, ugye touchdown is az övé volt az első, és Joshua Kelly viszont elfumblizott egy labdát. Az azért nagy hiba volt, és ez visszavetette a csapatát, és döntőnek bizonyul, hát egy ilyen különbségű mérkőzésen. De hát a legnagyobb hiba az nem az övé volt, hanem ugye, hát nem tudom, hogy az övé volt-e a nagyobb, vagy Herberté, de az, hogy 0-17, tehát 17 másodperc van hátra, amikor még próbálna a Chargers valamit csinálni, és Herbert Dante Jacksonnak dobta. Hát az megint az a fajta interception volt, ami után egy Jackson majdnem visszament. Herbert megcsinálta a szerelést, tehát ott azt úgy kihúzták, tehát kisebb győzelem. De hát nagyon nem oda ment az a labda, ahol lehetett volna az elkapónak esélye, hogy ebből play-t csináljon. És hát Dante Jackson meg lendületben majdnem végront az egész pályán, és mondom, az utolsó másodpercekben, tehát ez még jobban fájott volna, mert szinte, ha beviszi TD-re, akkor ez ilyen 10 pontos kilengés. Tehát, hogy ahelyett, hogy te rúgnál mezőnygolt, te kapsz. Tehát az nem plusz 3 helyett, mínusz 7. De hát ezt azért megakadályozták azzal, hogy végig is lebirkózták ott a gólvonal előtt, de hát nagyon-nagyon fájó labdavesztés volt az Herbert-től. Amiután nem tudtak erről mit csinálni, nyilván megint csak mezőny gól lett, de hát jól jött ki nekik az első fél idő vége, hanem azért mindig sokat számít, 18-7 volt ott ugye az állás. Úgyhogy ott megnyitató előnyből tudott menni a Carolina. Pedig ők aztán nincsenek hozzászokva, hogy egy előnyből focizgassanak. Nemhogy még magabiztos előnyből. Chargers visszajött egy labdavirtoklásra 18-10, és akkor ilyen érdekes dolog történt. Teddy felnézett, tökéletes labdát nyomott a DJ Moore-nak. Ez Michael Davis mellett. Igen, mert náluk van Mike Davis, az NFL-nél Michael Davis. Szóval felnézett, és DJ Moore-nak tökéletes labdát oda rakta Teddy. Mert persze elmondtam, hogy itt aztán a Chargers-ben ott van Chris Harris, meg King, meg Hayward, de Michael Davis is itt van, aki meg legalább lehet játszani. 21-10. Egy jó dobás, már mezőnygól távolságban jön Sly. Nem baj, válaszol a Chargers, Keenan Allen, ki más, kettest elejti. 21-16. Teddy, tökéletes labda DJ Moore-nak megint. Két drive-ot így elindít. DJ Moore egy nagyon ügyes játékos, Teddy nem félt oda dobni, tökéletes labda, ezúttal a zónák közé. Ugye Gus Bradley féle cover 1, cover 3, ők játsszák a legtöbbet szinte a jelenlegi ligában. Talán még az Atlanta versenyez velük. És ott tökéletesen a két zóna közé. Behajította Teddy DJ Moore-nak. Ez működik. Azért nem tudta csak pontokat szerezni, mert Bosa harmadik kísérletre kiszekkelte őt. Még mezőnygól távolságból is. Pedig már Sly jött volna megint. De ennek most így véget vetett Bosa, tehát megvolt a Chargersnek az esélye. Aztán, hát mennyi múlik? Ugye volt a punt, berakták az egyesre, J.J. Jansen, a long snapper, leföldelt az egyesen. Emlékeztek rá, annak idején Jansent úgy cserélték oda, hogy még draft picket adtak érte a long snapperért. Nem most volt. Aztán még vissza is kellett videózni, hogy az egyesen volt-e, vagy touchback. Hát számított, mert nem volt már időkérése a Chargersnek, egy 2 minute drillt kellett volna vinni, hogy nagyságrendileg 1.41 vagy valami ilyesmi volt. Tudom, számít, 19 másodperc. De igazából meg nem számított, mert így is átmentek a pályán. Tehát nem azzal volt a probléma. A time managementtel voltak érdekes dolgok, tehát nem mindig arra gondoltál, amit a pályán történt, de megoldották, elmentek oda, még legyen egy lövésük. És megnyerték volna, hogyha Keenan Allen normálisan visszadobja. Ilyen hook and ladder-t hívtak be, nagyon ritka hívás, de amikor működik, az csodálatos, hogy Keenan Allen megfogta háttal a tételetnek, és már löbölte vissza volna Eckler-nek. Aki előtt meg óriási üres, beszántatlan terület volt.
és befért volna, még a legrosszabb esetben is egy vetődéssel a pályán megütötte volna, tehát az is egy remek hívás volt Steichentől. Herbert is megrakta a Keenan ellennek, de hát ellen egy elkapó, és ez a fajta labdaérintés most úgy nézett ki, hogy kifogott rajta. Pedig Eckler is ember nélkül tisztán óriási végjáték lehetett volna. Úgyhogy hát kevésen múlott, hogy ezt így elbénázza a Panthers, mert ezért sok ponton meg lehetett volna ezt akasztani, kezdve azzal, hogy megfogják Bosa-t. De végül is megoldották, megvan Joe Bradynek az első győzelme, úgyhogy Carolina elmozdult az utolsó nyeretlen csapatok közül, és hát ez egy szép dolog ennek a fiatal csapatnak, le a kalappal. A Chargers érdekesebb, hogy ők ezt most elrontották. Nagyon-nagyon kevés ez a pontmennyiség, amennyit most összegerebjéztek ezen a Carolina ellen. Nézd meg, hogy korábbi csapatok mennyit írtak rájuk. És hát nyilván az a Herbert interception a fél idő végén, ami nem is mondom, hogy 10 pont, de akkor legyen az, hogy mezőnygól. Tehát egy normálisabb paszt odarak, akkor lehetett volna plusz 3, nem mínusz 3. Akkor már is úgy mész neki a második fél időnek, hogy milyen jó a helyzet. Szóval az is hiba volt, de egyébként el lehet mondani, hogy Bridgewater jobban tudott ellenük játszani, mint amit számítottunk volna tőle, meg amennyi általában tőle jutni szokott. Arcpirító veresége szerintem, azok után, hogy Bengals ellen majdnem bukta, Chiefs ellen vereség, úgy ahogy, de hát ez most megint nem nézett ki túlságosan jól egy alsóházi csapat ellen. Hát miközben ugye a Chargersnél azt kommunikálják, hogy ők azért nyilván a playoffra mennének rá, még így is, hogy Herbertnek kell beállni, hiszen ő a jövő, azt ilyen vereségekkel nem fogják tudni elérni. Még hogyha tudom, hogy hiányzott Melvin Ingram, meg kidőltek meccs közben, az ilyenek miatt nem lesz meg a playoff. És közben azért, hogyha Herbert fejlődik, akkor nyilván ezt így zárójelbe lehet tenni, mert kit érdekel, a lényeg az, hogy általa majd egyszer jobb legyen a csapat. És hát, hogyha két meccset egymás mellé teszed, azért még mindig több pozitívumot látunk nála, mint negatívumot. Mert egy használható játékosnak tűnik, aki nem elrontja a játékot, hanem hogyha megmondják neki pontosan, hogy mit csináljon, azt megcsinálja. Amikor kicsit is struktúrán kívül kell gondolkodni, akkor az van némi baj itt a fejben. De egyébként ez talán javítható, meg a rutinnal majd jobban jönnek ezek a dolgok. De az biztos, hogy most azért megmutatta a Chargers azt saját magáról, hogy bármilyen meccsről van szó, nem lehet azt mondani, hogy ez tuti győzelem lesz. Főleg, hogyha Herbert irányít. De a Tyrod-dal sem lenne ez másképpen. Egyébként egy probléma volt így, amit így mindenképpen meg kell mondani Herbert-tel kapcsolatban, kevés pontot csináltak. Tehát nem a játék egyes elemeivel van baj, hanem pusztán ez, hogy valahogy meg kellett volna oldani, hogy azért ezen a Carolina ellen többször érjenek oda a vörös zónába, többször fejezzék be pontszerzéssel. Ennyi az egész. És ez nem történt meg, úgyhogy itt az okokat lehet taglalni, de hát ezen nincs mit szépíteni. Amint lemondtam a Lionsról, hoztak egy győzelmet. És egy jó csapat ellen hoztak egy győzelmet, tehát most megint azt akarják, hogy elkezdjek hinni. Nem fognak beszivatni. Megverték a Cardsot. Működött a futás, tehát ez azért egy új információ, ahhoz képest, ami Detroit eddigi szezonja volt. Már az elején megmutatta Peterson, hogy hát itt ezeneken a kardinálisokon át lehet futni, de hát aztán így el is felejtették a játéknek ezen elemét hirtelen, tehát hogy amikor úgy látszódik, hogy ez működhet, akkor meg már nem akarnak futni, tehát ez a Detroit Lions futball. Szereztek labdát, ilyen még nem volt ebben az idényben, de állítólag szerzel labdát könnyebb nyerni, most megtörtént. Kyler nagyon-nagyon hülye interceptionöket dobott. Először ugye egy túlságosan magas labda ment ott el, és abba tudott Duron 3-on belekapaszkodni, mekkora igazolás. Megvan az első labdaszerzése a Detroitnek idén. Következő drive, elpantolja Detroit. Arizonának támadó játéka az már az elején megfogalmazódott, de az egész meccsen így egy biztos pontra épült, hogy megnézték, hogy hol van Daryl Roberts. Ő a Detroitnak a cornerbackje. Most hogyha én állítanám össze, akkor depth chart 9. helyén lenne a cornerbackek között, pedig lehet, hogy 6-an vannak. Megnézték, hogy hol van Daryl Roberts, valahogy mindig arra ment a labda. Ha kellett, akkor Murray futásával keresték azt a helyet.
Isabella mellette kapta el a touchdownját, Isabella játszani jött egyébként ezen a mérkőzésen, tehát két TD-t is jegyzett. Végén még játékos lesz belőle. Csak nem vagyunk elkésve végül is. Szerzett egy interception Jamie Collins is. Volt New Englandiek, szerzik a labdát, Harmon, meg Jamie Collins. És akkor ebből a dalból most már kéne valamit csinálni, ha már megvan a turnoverből, és bevitték TD-re, de úgy, hogy rámentek negyedikre. Patricia. Ráment negyedikre. Tudom, vörös zónába, meg csak ennyi kellett, szóval nem volt egy nehéz döntés, de nála ez is nehéz döntés. És meghozta, és megcsinálták, úgyhogy lehet, hogy továbbra is majd hajlandó lesz olyan dolgokat csinálni, amik segítik a győzelmet adott esetben. Úgyhogy ez egy ajándék volt megint, amit Collinsnak dobott Murray, és Detroit ezzel most már élni tudott. Tehát itt látszódott, hogy egy akár éles mérkőzés is lehet ebből. Tavaly az első fordulóban találkoztak, emlékeztek, döntetlen lett. Szóval azért van emléke a két csapatnak arról, hogy milyen szoros meccset játszani. Akármilyen rossz napja is van Kyler Murraynek, azért vannak részei a játéknak, amik ellen még hiába készülsz. Tehát az a tánc, amit bemutatott a touchdown futása előtt, egyet jobbra, kettőt balra, fogalma nem volt a védőnek, mit csináljon, merre menjen. Tehát még hogyha hót homály is, és most úgy dönt, hogy a védőknek dobál, ezekkel a megiramodásokkal, meg ezekkel az extrákkal, amit az ő atletikussága, meg a fürge lába jelent, még az ilyen meccseket is szorosan tudja tartani Kyler. Azzal, hogy hát látod, nem tudnak vele lépést tartani, meg azzal, hogy gyors, meg tud indulni, meg hozzávágja Hopkinshoz. Tehát más csapat hasonló irányító teljesítménye már rég leolvadt volna, de ugye Kárc még képben maradt így is, hogy azért nem volt túlságosan erős quarterback play az ő részükön, de Murraynek ezek a villanásai pont elegek voltak ahhoz, hogy még a térképen maradjanak. Sőt, előnyben voltak, amikor ugye jött ez a 2-minute drill, és játszott Kenny Galladay, ezt még nem is említettem, hogy Galladayt valahogy összedrótozták, mert talán ők is érezték, hogy az utolsó szalma száll, hogy ne menjen el az idény Detroitban. Hát, hogy lehet, hogy így is elment. Nem ment el. És ebben a 2-minute drillben is abszolút előlépett Kenny Galladay. Nagyon sokat számít, hogy az, hogy ő a pályán van. Nem is találkozott olyan sokat a labdával, de az, hogy az ellenfél is úgy készül, hogy na, az első számú wide receiverük. És akkor oda kell figyelni rá, oda kell ráfigyelni még a másodiknak is, nem csak annak az egy embernek, aki arra van. És egyébként, ha meg célba veszi Staffordnak, általában megfogja. Tehát ez megint egy új élmény volt az ő részéről, hogy azért Galladay még mindig a legmegbízhatóbb embere. 17-13-mal mentek át a pályán ennél a 2-minute drillnél, és akkor hát Kyler megint belehibázott, ezúttal Okuda vitte egy labdát el, akinek meggyúlt a baja egyébként DeAndre Hopkinssal, mint ahogy a világon mindenkinek megszokott gyűlni vele a baja, de Okuda ezzel valamit jóvá tett. Tehát nem csak, hogy megszerezte a labdát, hanem vissza is rohant vele, és hát ezzel azért nagyon sok engedett elkapás után azért megmutatta, hogy miért volt ő olyan magasan válaszol, mert miért bíznak benne, meg miért kezdő, és hát nyilván azért Okuda még mindig jobb, mint Daryl Roberts sokkal, úgyhogy ezzel megváltotta magát egy bizonyos szinten, meg azért segített, meg azért végén megnyerték, úgyhogy ez egy nagyon fontos része volt. Na most mi legyen? Egyik első labdaszerzésből punt, második labdaszerzésből TD, harmadik labdaszerzésből mezőnygól. Tehát így három labdaszerzésből Detroit csinált 10 pontot, not great, not terrible, de egyébként lehetett volna jobb is, nyilván. Nagyon-nagyon halovány flagma dobás volt az egyébként Murraytől. Tehát amit itt mozgásból meglendített Hopkins felé, és amit Okuda megfogott, vissza tudott vinni. Tehát inkább volt az Murray-é sem, mint a cornerback bravúrja, mert neki ment a labda. De hát mindegy, megvan a mérföldkő. Murray meg egyik rosszabb döntés azt a másik után. Így is azért jött válasz, mert Hopkins a vörös zónáig elvitte a csapatot, tehát hogy vannak olyan drive-ok, amikor úgy döntenek, hogy akkor csak DeAndre Hopkins kapja a labdát, és ez működik. Tehát így a 20-astól a másik 20-asig el tudja vinni adott esetben az adott csapatát, adott esetben az Arizonát. De megint Isabella fejezte be TD-vel egyébként, tehát hogy bármilyen utolsó gennynek is elhordták azt, hogy Murray hogy játszik az adott napon, azért még megint 20-23, tehát még lehet, hogy így is kicsúszik egy győzelem, gondolták ők, aztán végülis nem jött ki, de az biztató, hogy így is azért elő tudott lépni Isabella is, meg Hopkinsra mindig lehet számítani, és hát így ezekkel a megoldásokkal is azért versenyképes tudott maradni egy nem éppen brillírozó ellenfél ellen, azt kétségtelen, de hát mibe kapaszkodjon az ember vereség után. Detroitnak a pass protection egyébként rettentő volt, tehát amikor megakadtak a pályán, akkor az ennek volt köszönhető.
hogy átjött valaki, aki fejbe verte Staffordot. Mert egyébként a coverage-ük az képtelen volt megállt parancsolni. Tehát valaki mindig üresen szaladt, valamikor ketten. De hogyha átértek és lenyomták Staffordot, akkor megakadt a drive, de kb. Csak ekkor. És azért mondanám ezt, hogy ez a Detroit hibája, nem a Cards erőssége, mert amikor Corey Peters ér át, meg Jordan Phillips, akkor az azt jelenti, hogy ott valami komoly baj van, mert ők nekik alapesetben nem kéne átérni már egy közepes pass protectionben sem. És hát ebben a bagásban még a rookie Jonah Jackson az, aki a leginkább stabil. Tehát amikor a rookie a leginkább stabil, akkor tudod, hogy baj van. White-nak voltak egy szabálytalanságai is, tehát ott minden baj volt fal jobb oldalán is, meg belül is. Szóval erről szólt, hogyha a Cards átmegy, és valahogy leterítik Staffordot, akkor az könnyen megállt parancsolhat. De egyébként, mondom, a back sevenben össze-vissza rohangáltak. Így ezért akadozva is lehet haladgatni azért. Stafford már megszokta, hogy nem mindig van könnyű, és hogyha Hockenson megcsinálja a pálya közepén, Galladay besegít, akkor azért így is jönni fognak a first down-ok. Jöttek is a first down-ok, Detroit kiegyenlített, visszakapták a labdát, mert Murray nem volt pontos, és akkor bevertek még egy mezőnygolt. Megnyerte Detroit 26-23-ra, nem volt szép, izzadós volt, 11 vereség után újra van Detroit győzelem. Mert ugye tavaly Blauval már folyamatosan veszítettek, és most is vereségekkel kezdtek, ezt viszont beütötték, úgyhogy hosszú-hosszú várakozás után megvan az első, hogy győzelem lehet az ellenfelek után eredni, akik most még egész jó mérleggel állnak. A Cards kicsit visszakerül a földre, tehát itt, ha megnézed az egész csoportot, azért már elhitték, hogy esetleg ők is majd beleszólhatnak a nagyok dolgába, beleszólhatnak nyilván, de azért már mindenkit nem aláznak le úgy is, hogy zsebretett kézzel. Tehát ez azért jól megmutatta, hogy ez a két csapat a mérlektől függetlenül, ugye 0-2 meg 2-0, azért nincsen túlságosan messze egymástól, és ez az adott napi forma dönt. Murray rossz volt, kikapott a Cards. Tehát ennyi az egész. Hogyha Murray stabil lesz, és folyamatosan jó teljesítményt hoz, bár az előző fordulókban is azért kisegítették őt a társak, és nem volt annyira nép ünnepé, amit csinált, de azért ennél jobb volt sokkal, mert nem szórta el annyira a labdákat. Szóval így vagy úgy, de a Cardinals is már tudja, hogy hogyan lehet nyerni, ennél mindenképpen több kell. A Detroit meg most kezdi megtapasztalni, hogy talán még nem reménytelen ez az egész. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogyan mennek tovább, mert azért az látszik, hogy bárki ellen képesek kemény ellenfél lenni mind a két oldalon. Ennyi lett volna az első adag, akinek a csapata nem került sorra, attól türelmet kérek, meg hát lehet reménykedni, hogy talán majd holnap. Ha nem, akkor meg szerdán. Várlak titeket azokra a videókra is. Ha esetleg van valami vélemény a találkozókkal kapcsolatban, vagy bármivel kapcsolatban, akkor tudjátok a dolgotokat, kommentben meg tudjátok írni. Feliratkozás, kapsz értesítést, hogyha jön az új, valószínűleg holnap este, aztán találkozunk ott is. Sziasztok!